Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Városházán, Rózsa Sándor jegyzővel beszélgetünk, hiszen elkezdődött az ajánlóívek átvétele. Hogyan jelentkezhettek be a jelöltek képviselői? Hát a képviselő jelöltek, illetve a jelölő szervezetek által jelölt személyek már a választás kitűzését követően, tehát ahogy a köztársaság elnök kitűzte a választás napját, már bejelentkezhettek ajánlószervéért, beregisztrálhattak, és ez meg is történt. Jelen pillanatban 13 jelölő szervezet, illetve jelölt jogosult a mai nap folyamán átvenni jelölő szelvényeket, illetve aláírásgyűjtő íveket, ami a mai nap folyamán már el is kezdődött, tehát most február 17-én 8 órakor pontosan már jöttek a jelöltek és jelölő szervezetek képviselője az aláírásgyűjtő ívek átvételéért. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a mai nap folyamán már elkezdhetik az aláírásgyűjtéseket, gondolom, hogy el is fogják kezdeni, és mindezt március 3-áig, 16 óráig megtehetik, akkor kell leadni. Itt néztük, ahogy vették át fel és számolták, tehát ezek mindegyik sorszámozottak, külön felhívták a figyelmüket, hogy erre nagyon vigyázzanak, hiszen ezeket nem szabad elhagyni, és ugyanúgy vissza kell hozni. Így van, komoly szankciója van neki, mi is felhívtuk mindenkinek a figyelmét, de én azt hiszem, hogy a jelölő szervezetek ezzel teljesen tisztában vannak, hiszen mindannyian vissza is jelezték, hogy tudják, hogy fénymásolni nem lehet, illetve hogyha elhagyják, akkor komoly anyagi szankciója van. Itt több szervezet vettem már át, és hallottuk a kérdéseket, amit az ügyintézőktől kérdeztek. Volt olyan kérdés, hogy mondjuk ki kell leírni, hogyha valami sugárútnak teljesen rendes neve van, vagy lehet-e rövidíteni, vagy pedig mindenkinek saját magának kell, vagy csak az aláírás lehet saját. Tehát mondjuk ezt a nézőinknek akkor pontosan. Hát a lényeg az, hogy beazonosítható legyen az ajánló személy neve és minden adata. Tehát a hivatalos rövidítések ugyanúgy használhatók, mint bárhol máshol, tehát itt az utcanevekre gondolok, viszont a személyneveknek úgy, ahogy a személyigazolványban, a hivatalos nyilvántartásban szerepelnek, ugyanúgy kell rajta lenni az ajánlóíveken. Tehát ha mondjuk valakinek két keresztneve van, de csak az egyiket használja, viszont az igazolványában mind a kettő szerepel, akkor mind a kettőt be kell írnia. Így van, mind a kettőt be kell írni. Az a hivatalos. És itt láttuk, hogy jönnek folyamatosan. Azt azért nem biztos, hogy mindenki tudja nézőink közül, hogy mit kell nekik előkészíteni, hiszen mi láttuk, hogy milyen adatokat kérnek, de mit kell nekik előkészíteni? Elő kell készíteni a személyi okmányaikat. Meg kell néznünk, hogy ők azok-e, akik átvehetik az ajánlóíveket, illetve van-e meghatalmazásuk. Tehát ezek kellenek. A meghatalmazás meg abban a szempontból érdekes, hogy olyan személy adta a meghatalmazást, aki be van jelentve a szervezetek által. Tehát ezeket végig kell néznünk, utána átadjuk a kért igényelt ajánlóíveket, és azt átadjuk sorszám szerint, ők ezt megszámolják, és utána rögzítik aláírásokkal, hogy átvették. Illetve hát megkapják azt a tájékoztató füzetet, amit a Nemzeti Választási Iroda bocsájtott számukra. Itt láttuk, hogy van, aki 90-et, van, aki 80-at, tehát az sincs meghatározva. Tehát ők határozzák meg, ha jól értem, hogy ki mennyit kér. Így van, ők határozzák meg. A lényeg az, hogy 500 érvényes aláírást össze tudjanak gyűjteni, hiszen ez a feltétele annak, hogy valaki felkerüljön a szavazólapra, azaz a hivatalos nyilvántartásba bekerüljön. Köszönjük szépen, és akkor március 3-a után visszatérünk, hogy hányan feleltek meg ennek a kitételnek. Március 3-án 16 óra 5 perckor erről már tudunk tájékoztatást adni.